Sajnálom, hogy nem tudtam egy góllal meghalálni nekik. Amit kért tőlem a mester, azt maximálisan végre tudtam hajtani, úgyhogy elégedett vagyok. Számítasz rá, hogy a németek ellen is kapsz esélyt bizonyítani? Hát azt majd a mester eldönti. Megpróbálok maximális teljesítményt nyújtani edzéseken, akár meccseken is, és meglátjuk, hogy mire lesz elég. Milyen volt, hogy a bemelegítésed alatt már a te nevedet skandálta a közönség? Hát, köszönöm szépen nekik, nagyon jól esett. Hát sajnálom, hogy nem tudtam egy góllal meghalálni nekik, de bízom benne, hogy már a elkövetkező mérkőzésen azért meg tudom nekik köszönni. Nagyon jól játszott a csapat, ugyebár a gól hiányzott, de megpróbáljuk az edzéseken így a kapu előtti dolgokat kicsit hatékonyabbá tenni, és bízunk benne, hogy eredményesebbek leszünk a következő mérkőzéseken. Mezőnybe folyt a játék, a kapuk nem igen voltak veszélybe, az első nagy komoly helyzetünk nekünk volt, sajnos nem tudtunk élni vele. Úgy gondolom, egy igazságos döntetlen született. Az edzőtábor az nagyon fárasztó volt. Remélem a következő az nem ilyen lesz, kicsit lazább. De úgy gondolom, hogy a csapat jól fel tudott készülni a mérkőzésre. Ugye elmondtam, hogy jó meccset játszottunk, csak a gól hiányzott.